Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait. Megállapítom, hogy hiánytalanul jelen van a képviselőtestület, a teremben jelenlévő kollégákat, és természetesen a kamerákon keresztül pedig a város lakosságát. Novemberi rendes testületülésünket kezdjük meg. Javaslom, hogy a képviselőtestület a meghívóban közölt napirendekben az alábbi módosításokat eszközölje. Kérem a testület, hogy a meghívóban szereplő napirendeket az alábbi módosítással tárgyalják. A hetes napirendként jelölt városi kitüntető díjak és díszpolgári cím adományozására irányuló előterjesztést az önkormányzati törvény 46-as paragrafus 2-es bekezdése apontja szerint zárt ülésen kell tárgyalni. Javaslom az átülést első napirendjeként tárgyalni az előterjesztést. A napirendekhez nekem ez a módosításom. Kérdezem, hogy a napirendekkel kapcsolatban van-e bármilyen észrevétel a képviselőtestület tagjai részéről. Ha nincs ilyen, akkor ezzel a módosítással tudjuk most elfogadni. Köszönöm, 12 igenvel elfogadtuk. Jegyzőkő hitelesítő személyére tennék javaslatot Bakó Sándor képviselő úr személyében. Köszönöm szépen, aki el tudja fogadni, kérem az igen gomb megnyomásával szavazzon. Megállapítom, hogy 14 igen, egy tartózkodással a Bakó Sándor tartózkodásával elfogadásra került. Első napirendi pont tárgyalása következik, ez a polgármesteri jelentés. A polgármesteri jelentéshez egy kiegészítést szeretnék tenni. A médiában gyakorlatilag azt hiszem, hogy átjött az a hír, hogy a kormányzat bizonyos esetekben a kötelező oltást elrendelte, bizonyos esetekben pedig a munkáltatóra bízt ennek az oltásnak a kötelezettségének a elrendelését, vagy nem. Én szeretném jelezni, hogy a Magyarországváros önkormányzatában én nem rendeltem el ilyen jellegű kötelezettséget. Azt is elmondom, hogy miért. Egyrészt magasabb szintű jogszabály ez most nem teszi kötelezővé. Én meg azt gondolom, hogy mindenki felnőtt ember, és mindenki el tudja dönteni, hogy neki mire van szüksége. Én egy dolgot kértem a kollégáimtól, a döntés az szabad, de a felelősség az pedig nyilván mindenki a maga döntése után kell, hogy vállalja a felelősséget. És ugyanezt kértem egyébként a intézmények vezetőitől is, hogy gondolják végig, és ennek a szellemében, ha lehet, hozzák meg a döntéseiket. Kiegészítés után kérdezem, hogy a polgármesteri jelentéshez van-e kérdés a képviselőtestület tagjai részéről. Megadom a szót Bódi Juditnak. Nekem a alpolgármester asszonyhoz lenne egy kérdésem, hogy szerepel benne, hogy a közétkeztetési KHT igazgatójával egyeztetett a fejlesztési elképzeléséről és a 2020 évi költségvetés irányvonalairól, hogyha erről lehetne egy kicsit többet tudni. Köszönöm. Köszönöm. További kérdés. Ha nincs, akkor a kérdések sorát lezárom, és megadom a szót alpolgármester asszonynak. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdést is. Egy előzetes egyeztetést folytattunk le, konkrétumokra nem került sor most a konkrétumok lefixálására. Igazából ami a leginkább előtérbe került dolog, az a továbbra is a közétkeztetésnek a korszerűsítése, ugyanis egy nagyon komoly munkát végeztünk az utóbbi időben azzal kapcsolatban, hogy felkerestük az intézményeket, felkerestük a szülőértekezletek keretében a szülőket, illetve szeretnénk egy folyamatot elindítani a társadalmi elfogadottságának a javítására a közétkeztetés terén. Úgyhogy ilyen irányú beszélgetést folytattunk, és a költségvetésről pedig nyilvánvalóan, mint minden gazdasági társasággal, ilyenkor a költségvetés készítésekor igyekszem egyeztetni, és azokat az irányvonalakat néztük meg, ami alapvetően érintheti fejlesztési szempontból a költségvetést, főleg eszközbeszerzésekről beszéltünk, tárolókapacitásokról beszéltünk,
és hogy még egyszer a közétkeztetés népszerűsítésének a vonatkozásában milyen fejlesztési elképzeléseik vannak. Köszönöm szépen, technikai jellegű kérésem lenne. Maszkot használunk, ezért nyilván a mikrofonnak a érzékelése talán az egy picit tompább, ezért ha lehet kicsit közelebbről és hangosabban beszéljünk, hogy a televízióban is és a hangrögzítő eszközben is ez jobban érvényesüljön. Hozzászólás észrevétel lehetőségét nyitom meg a polgármesteri jelentés kapcsán. Megadom a szót Dózsa Miklós képviselőnek, parancsoljon. A polgármester azt mondja erre, hogy vidéki nők magyarországi díjat vett át Farkas Sándor miniszterhelyettestől, ehhez szeretnék gratulálni. Köszönöm. Van egy további hozzászólási szándék? Nem látok ilyet. Akkor először az első fejezet elfogadásáról döntünk. Picit húzza mindenki magához közelebb a mikrofonját, nagyon jó. 12. igen, elfogadó. 2-es határozat javaslatról. Török István, szerintem rossz gombot nyomott, már ügyrendi. Ügyrendi nyomott a polgármester úr. Eltünk. Köszönöm szépen. Kettes napi rendi pont tárgyalása következik. Az előterjesztés a 2021 évi pénzügyi előirányzat módosításra. Az arról szól előterjesztés, ez a 2021 évi költségvetésről szóló 8/2021-es 3.16-os önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés. Bizottságok tárgyalták és elfogadásra javasolják, kivéve az egészségügyi szociális bizottság, aki nem hozott határozatot. Jedző úr, parancsoljon! Tisztelt képviselőtestület, az önkormányzat 2021 évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet legutóbbi módosítása óta természetesen változások történtek az önkormányzat bevételeiben és kiadásaiban, az elő és néhány esetben pedig az előirányzatok átcsoportosításait szükségessé vált, ezek átvezetése történhet meg a rendelet módosításával. Köszönöm. Kérdés lehetőségét nyitom meg a képviselők előtt. Kérdésre nincs jelentkező, hozzászólás, észrevétel. Megadom a szót Bódi Judit képviselőasszonynak. Parancsoljon. Talán annyi észrevétel lenne, és az egyik bizottságnak a nem, vagy nem hozott döntés típusú döntéséhez, hogy a frakciónk megfogalmazott, vagy a képviselőcsoportunk megfogalmazott egy olyan kérést, vagy kérdést, hogy maga ez az előterjesztés, ezt tudjuk, hogy teljesen technikai, de hogy lennének olyan kérdéseink, ami konkrétan a költségvetés évközi alakulásáról szól, ebbe tulajdonképpen egy megállapodásra jutottunk a pénzügyi bizottságon belül, hogy konkretizáljuk ezeket a kérdéseket, és akkor arra kapunk választ. Tulajdonképpen ez okozta a gondolkodás tárgyát, de azt gondolom, hogy erre a választ megkaptuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? Ha nincs ilyen, akkor az igekben megnyomásra váltunk. Köszönöm szépen. 3-as előterjesztés következik, az előterjesztés a helyi adókról, járólékokról, díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés. Bizottságok tárgyalták, és minden négy bizottság elfogadásra javasolja. Jedző, parancsoljon. Tisztelt képviselőtestület, az előterjesztés 3 önkormányzati rendelet módosítására tesz javaslatot. A mezői őrszolgálatról és a mezőri járulékról szóló önkormányzati rendelet esetében a mentességi összeg megemelésére tesz javaslatot az előterjesztés. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet tekintetében a rendeletben foglalt egyes összeghatárokat javasoljuk módosítani és a gazdasági hatásokhoz igazítani, míg a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet esetében az építmény adó mértékének alapjául szolgáló összeszámítás módszere változik meg az előterjesztés szerint. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e kérdés az előterjesztéshez kapcsolatban? Gyakorlatilag.
Köszönöm. Hozzászólás észrevétel lehetőségét nyitom meg. Bakó Sándornak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim! A bizottságunk nem hozott döntést ebben az előterjesztéshez. Igazából az oka az volt, hogy különböző összegek szerepelnek itt az előterjesztésben, és valójában, mikor utána már végig tárgyaltuk ezeket a dolgokat, akkor lett világos az, hogy igazából a építményadóval kapcsolatban csak a terület kijelölés, illetve a terület minősítés került bele ebbe az előterjesztésbe. Így ezt most már támogatni tudjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném azt elmondani, hogy ugye három része van a előterjesztésnek. Az első kettő az könnyítés, a harmadik az egy technikai jellegű, mint amit képviselő is elmondott. Kérdezem, hogy van-e további hozzászólási szándék. Ha nincs, akkor a határozat elfogadásáról tudunk dönteni. Egy határozati javaslatunk van. Most. Tizenkettőnek igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen. Négyes napirendi pont tárgyalása következik. Az előterjesztés a települési hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletünknek a módosításáról. Figyelmesebben nézem. Minden négy bizottság tárgyalt, és minden négy bizottság elfogadásra javasolja. Edzőnek adom meg a szót. Tisztelt képviselőtestület, az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a kedvezményre jogosító átlagjövedelem emelkedjen, így a jogosultak körének bizonyos fokú kibővítéséről is beszélhetünk, valamint a javaslat azt is tartalmazza, hogy a korábbi gyakorlat szerint a 70 év feletti egyedül élő személyek esetében a 120 liternyi hulladék díjának átvállalása helyett a 60 literes hulladékgyűjtő edény biztosítása mellett annak a díjának az átvállalásáról dönt a képviselőtestület. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdés az előterjesztéshez? Hozzászólási szándék. Adom a szót Kocsis Áron képviselő úrnak. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr! Én a magam részéről nagyon nagy örömmel üdvözlöm ezt a döntést és ezt az előterjesztést, hiszen egy olyan takarékossági kérdés is ez, és egy olyan környezeti tudatos döntés, amellyel azt gondolom, hogy mind a lakosság számára, mind a szélesebb körben a környezet számára is tehetünk valamit. Reménység az, hogy a szolgáltatóval való együttműködés más területen is ilyen gördülékenyen fog folyni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Ha nincs további hozzászólási szándék, akkor a határozat elfogadására tudom most dönteni. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 12 igennel elfogadtuk. Köszönöm. Ötös napirendi pont tárgyalása következik. Az előterjesztés, Hajdonás város településszerkezeti terv és településszerkezeti terv leírása, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási tervének 2021 második számú módosítása környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése tárgyában. Meg kéne irodavezető azt mondani, hogy röviden foglalja össze. A bizottság tárgyalták és elfogadásra javasolják. Ez a helyi építési szabályzat módosításának a kezdeménye több lakossági jelzésnek a indítványozásából készült. Korábban már erről döntött a testület, hogy elindítja ezt a módosítást, most pedig ez egy szakmai rész, amikor el kell fogadni a testületnek, hogy nincs szükség környezeti hatás vizsgálat bevonásának. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez kapcsolatban? Kérdés. Nem látok jelentkezőt. Hozzászólás, észrevételi szándék. Ha nincs ilyen, a határozat elfogadására tudom dönteni. Egy határozati javaslatunk van. Tizenkettő igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen. Hatos napirendi pont tárgyalása következik. Az előterjesztés, Hajdonás város településszerkezeti terv és településszerkezeti terv leírása, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási tervének a módosításának a partnerségi egyeztetés lezárása tárgyában szóló előterjesztés és a
Jól gondolom, ez a következménye az előző elfogadott határozati javaslatnak. Bizottság tárgyalták és elfogadásra javasolják. Kérdezem, ehhez kérdés merül-e föl? Hozzászólás és észrevételi szándék? Igen, gond megnyilvánosával tudjuk elfogadni az egyetlen egy határozati javaslatot. 12 igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen. Hetes napirendi pont tárgyalása következik. Ez a közmeghallgatás meghirdetéséről szóló előterjesztés. Itt tennék egy dátum megjelölést. December 16-a 18 órára. Ez egy csütörtöki nap lesz. Elméletileg ez egy testületi napunk. És 18 órát jelölném meg. Na, azzal a kiegészítéssel teszem, ezt nyilván fogadjuk el, hogyha a képviselőtestület egyetért. A közegészségügyi helyzet romlan, akkor majd, nem tudom, valami más alternatívát kell majd kitaláljunk. De a 16-a 18 óra az egy értelmezhető közmeghallgatási időpont. Kérdem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólási szándék, más javaslat? Ha nincs ilyen, akkor a igen gomb megnyomásával tudjuk elfogadni. Egy tartózkodásra, 11 igennel ez elfogadásra került. Köszönöm szépen. Következő, a 8-as napirendi pont tárgyalása következik, ez pedig az óvodai intézményvezetői közalkalmazott jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, valamint az intézményvezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről szóló előterjesztés. A bizottságok elmondják, hogy milyen javaslatokat hoztak. Én arról szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy megkeresett intézményvezető asszony, és arra tett javaslatot, hogy ő óvónőként viszont szeretne maradni az óvodába. Ez majd a nagy valószínűséggel átfogja a közös megegyezési részét. Az azt jelenti, hogy vissza fog még jönni az előterjesztés. Arról részéről viszont mindenképpen dönteni kellene, hogy a pályázatot azt írjuk ki rendes módja szerint, és gyakorlatilag annak a ügyeivel hozzuk meg a kellő döntést. Kérdés lehetőségét nyitom meg a képviselőtestület előtt. Bizottságok elnökeinek a javaslatát. Bizottságoknak először a bizottságok elnökeinek a javaslatát szeretném kérni. Tessenek parancsolni. Sportbizottság javaslata mindenben elfogadta lényegében, illetve a harmadik pontnak a határozati javaslatánál tett egy kiegészítést. A bizottságnak közös javaslata és álláspontja az, hogy a három fős pályázatokat elbíráló szakmai bizottság tagságát 5 főre emeljük. Nevesítette a bizottság a javaslatban ezen személyeket, tehát az 5 fő tagjai lennének Szólás Tibor polgármester úr, aztán emellett az óvoda közalkalmazott tanács elnökét javasoljuk, az egészségügyi és szociális bizottság elnökét Bakó Sándort javasoljuk, a MOISB elnökét, személyemet és a szülői munkaközösség elnökét. Ez az 5 fő azért is páratlan szám, elgondolásunk szerint, hogy könnyebben tudjuk és hatásosan, tehát ne legyen döntésképtelen a bizottság a beérkező pályázatokat érintően, tehát egyöntetően tudjunk egy határozott döntést hozni. Köszönöm szépen, Bódi Judit képviselő, elnökasszonynak adom meg a szót. Köszönöm. A pénzügyi bizottság még nem hozott javaslatot ennyire komplexen a bizottság összetételére. Ott egy személyi javaslat volt a Bakó Sándor személye, amit elfogadott, de nem ezért kértem szót, hanem alapvetően azt szeretném megerősíteni, amit ez a polgármester úr által tett kiegészítés alapvetően úgy érzem, hogy megerősít, hogy a bizottságban megfogalmazódott az az elvárás, hogy
azért jó lett volna, ha nem is itt testületülésen, de bizottsági ülésen némi magyarázatot kapni arra, hogy most tulajdonképpen miért is történt ez a döntés. Nyilván, hogyha ez teljesen személyes jellegű, akkor nincs hozzá közünk, de esetleg, hogyha olyan, ami az intézményt érinti, akkor lehet, hogy szerencsés lett volna egy beszélgetés a intézményvezető asszonnyal. Köszönöm szépen. Ötös Attilának adom meg a szót, elnök úr. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim! A Városfejlesztési Bizottsága az 1-es, 2-es és a 4-es határozati javaslatot egyhangulat tudta támogatni. A 3-asban, ami már itt elhangzott a személy, nem hozott döntést a bizottságunk. Ott a szakmai bizottság véleményére volt, hogy arra bízza. Köszönöm. Bakó Sándor elnök úrnak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim! Az Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatja az előterjesztést. Mi akkor a polgármester urat és az óvodai közalkalmazotti tanács elnökét javasoltuk ebbe a bizottságba, de a szakbizottság véleményét támogatjuk, javaslatát. Köszönöm szépen! Köszönöm. Kiegészítő szeretett lenni. Jelző, parancsoljam! Tisztelt képviselőtestület, bizottsági ülésen felvetődött kérdésre szeretnék válaszolni. Úgy, ahogy az önkormányzati előterjesztés is tartalmazza, nincs kötelező véleményező fórum a bizottságon felül, akit be kellene vonni az eljárásba. Így az a polgármesteri javaslat, amely szerint a szülői munkaközösséget javasolja megszólítani, amellett természetesen ez bővíthető, de jogszabályi kötelezés egyebekben nincs rá. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezés lehetőségét adom meg a képviselőtestület tagjainak. Parancsoljon képviselő, aztán Bódi úrnak adom meg a szót. Igen, én azért szeretném ezt a kérdést föltenni, mert én fontosnak tartom, hogy itt a nyilvánosság előtt is elhangozom, mert nagyjából ismerem a választ a kérdésre, hogy tulajdonképpen addig, még a pályázat bonyolódik, addig hogyan lesz megoldva az óvodának a vezetése. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? Decemberi testületülésen fogok tudni ebbe nyilatkozni. Mindenképpen, hogy december 31-ig mindenképpen megoldott, és decemberben pedig fogom a képviselőtestületet tájékoztatni erről. Hozzászólás észrevétel lehetőségét nyitom meg. Ha nincs ilyen, akkor szavazásban vagyunk. Én annyi módosító javaslatot tennék. Az első határozati javaslatban nem a közalkalmazott, hanem a magasabb vezetői jogviszonynak a megszüneléséről döntsünk. Aki ezt el tudja fogadni, kérem az igen, megnyomásával szavazzon. Tizenkettő igen, kettes határozati javaslatról tudunk most döntést hozni. Kettő igen, hármas határozati javaslatot abban a formában, ahogy ezt a szakbizottság megjavasolta. Köszönöm, 12 igen, és 4-es határozati javaslatról döntünk most. Tizenkettő igennel elfogadásra került. Köszönöm szépen. 9-es napi rendi pont tárgyalása következő beszámoló mezei őrszolgálat 2021-ében végzett munkájával kapcsolatos előterjesztés. Bizottságok tárgyalták és elfogadásra javasolják. A pénzügyi bizottság az kiegészítéssel javasolja elfogadásra. Nyilvánvalóan a mezei őrszolgálat minden évben szakmai beszámolót tesz az asztalra. Ez most is megtörtént, ezt a előterjesztést tárgyalja most a képviselőtestület. Kállai László jelen van, az őszolgálatnak a vezetője. Így esetleg kérdés lesz, akkor parancsoljon, foglalom helyet a hozzászóló mikrofonhoz. Kérdezem a bizottság elnökét, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy milyen kiegészítés. A pénzügyi bizottság egy olyan kiegészítést tett, hogy a szakmai beszámolót szeretnék kérni, hogy egészüljön ki, a szakmai beszámoló egészüljön ki egy
pénzügyi jellegű beszámolóval, hogy nagyjából mit tartalmazzon, azt a bizottság ülésen megbeszéltük, és azt fogadta el a bizottság, hogy majd a decemberi bizottság ülésen térünk rá vissza. Köszönöm szépen. Hozzá kérdezés lehetőségét nyitom meg. Dózsa Miklósnak adom meg a szót, parancsolj. Azt látom, hogy 2022. január 1-től a köztérdekű felügyelők jogosultak lesznek bírságolásra. Fel van sorolva pár dolog, fel is olvasom. Köztisztasági szabálysértés, parkrongálás, köztörténen lévő illegális fakivágás, mozgáskorlátozott parkoló jogtalan igénybevétele, illegális szemétlerakás. Azt gondolom, ezek mindenképpen egy maximálisan egyet tudok érteni, de még van egy olyan dolog, amit szeretnék elmondani. Sajnos ez is eléggé jellemző hajdonláláson. Határozat van rá, hogy nem lehet elhelyezni köztörténen követ, gumikat, egyebeket, és ez sajnos eléggé elharapózott, és azt gondolom, hogy ezzel is érdemes lenne foglalkozni, mert ez balesetrece is ráadásul, mert olyan helyeken vannak kihelyezve, és ráadásul hatalmas kövek, tehát ezekkel is mindenképpen kellene egy kicsit jobban foglalkozni, talán be is lehetett volna venni a bírságolás szabályai közé. Köszönöm szépen. Köszönöm. További hozzászólási. Nem, kérdéseken túl vagyunk. Ez kérdés? Igen. Akkor kérdés. Tessék, parancsolj. Nincs további kérdés, a kérdések sorát lezárom. Parancsolj. Felsoroltam ott, hogy milyen tétel, büntetési tételek vannak, tehát ezt nekünk az állam adja meg, hogy mivel tudunk büntetni, vagy miben lehet büntetni, tehát én ezt nem tudom beletenni, nem tudjuk beletenni. Viszont foglalkozni kell ezzel is, ahogy ön mondta. Köszönöm szépen. Hozzászólás észrevételek, lehetőséget nyitom meg. Török Istvánnak adom meg a szót. Köszönöm a szót. Az anyagot áttanulmányozva megállapíthatjuk, hogy tényleg rengeteg útat javítottak és sok feladatot elvégeztek, viszont én arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy önkormányzat ülésen döntöttünk arról, hogy az utak kimérése meg fog történni. Na most ezzel van nekem problémám, mert jelenleg rengeteg, legalábbis sok olyan út van, amely nincs kimérve, és ugyan az önkormányzat is egyengeti, javítgatja az utat, de ezek az utak nem ott vannak, ahol valóban lenni kellene. És ebből eredően az utóbbi évben a bírságok, fenyegetések egyre többe kivált a Natura 2000 területet és beölelő utak, tehát amik azokon keresztül mennek. Konkrétan a 0101-es út például, a 0781-es helyrazi számú út, szintén naturás, aztán elindult, de végül teljesen leállt. A Polgár Görbeházi utat átszelő Pajkos Ferencelepti út, ahol egyértelműen a Natura 2000-es legelőn keresztül megy. Azért szeretném ezt sürgetni, mert most meg többen ugye az AKG-ba beneveztek, ahol határozottan ki kellett menni a területeket, és itt látszik azok az utak, amelyek a szántókat keresztezik, tehát ezt előbb-utóbb ki kell mérni, és legalább egyszer végig menni ott, hogy lássa mindenki, hogy hol az út. Én magam is van olyan terület, amit már háromszor mérettettem ki, de mivel nem lett egyszer sem ottan az az út megjavítva, így mindig a Natura 2000-es területeken közlekednek. És ebből nagyon komoly bírságok várhatók, hogy lesznek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a szót Bódi Judit képviselőnek. Én nagyon röviden összegeztem a pénzügyi bizottság ülésen az elhangzottakat, de azért ott sokkal több kérdésre választ is kaptunk és megbeszéltük, hisz azért ez a
anyag is mutatja, és a tevékenység is, hogy nagyon szertágazó. Tehát beszéltünk itt a már képviselőtársam által érintett dűlőutakról, karbantartásról. Szerintem még a világ mindig az lesz, hogy van, aki fogja karbantartani, van, aki csak használni szereti. Beszéltünk a szelektív hulladékgyűjték környékén lévő ellenőrzésekről és az egyéb feladatokról. És maga a bizottság is megfogalmazta, és alapvetően a képviselőcsoportunk is, amikor ezt az anyagot elolvastuk, hogy a mezőri szolgálatnak a nevezük itt szolgáltatása azért sokat változott az elmúlt időszakban, és a mi tapasztalatunk és visszajelzésünk is az, hogy ha a gazdák bármilyen jelzéssel élnek, akkor a megfelelő eszközökkel és lehetőségeknek mérten kapnak ebben segítséget. Ugye beszéltünk róla, hogy mennyi ilyen vitás kérdés van, és hogy azok hogy kerülnek kezelésre. Tehát már nem bizottsági véleményként, csak képviselőként, de a bizottság is megfogalmazta, hogy köszönjük a munkájukat. Nem látok további hozzászólást, akkor képviselő, szeretnék én is egy hozzászólást tenni. Én arra szeretném fölvenni a figyelmet, hogy a rendészeti csoport az áll a mezőrségből és áll a köztelet felügyeletből. Ennek a jelenlegi beszámolónak a mezőri szolgálatnak a munkáját kellene részletesen bemutatni, és azt gondolom, hogy ennek megfelel egyébként. Kicsit túlterjeszkedett a beszámoló, azt gondolom, hogy ma a aktuális napirendként a mezőri szolgálatról kell, hogy beszéljünk. Én nagyon örülök annak, hogy mondjuk az elmúlt 20 évben leírható íve a mezei őrszolgálatnak a kérdésének az az, hogy volt egy hosszú időszak, amíg az akkori városvezetés nem engedte, hogy ez a mezei őrszolgálat létrejöjjön, majd amikor ez létrejött, akkor megpróbálta a munkáját lehetetleníteni. Ma már erről nincs szó. Ma már azt gondolom, amikor leülünk a gazdákkal, akkor ez nem merül föl, hogy miért kell a városban a mezei őrszolgálat, és azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, és én ennek örülök. Szerintem, mint ahogy a város belterületén, úgy a város külterületén is a város, mindenkori város vezetésének törekedni kell arra, hogy rendet tudjunk tartani. Hozzáteszem, hogy olyan rend, ami tökéletes, az olyan nincs. Az látszik, hogy az igyekezet megvan a munkatársainkban, de amit itt Dózsa képviselő úr elmondott, az valóban egy nagyobb odafigyelés kell. És én azt gondolom, hogy én magam is látva az elmúlt időszaknak a történéseit, a hagyományos újságban fogok fordulni a város lakosságához, mert ez mégiscsak furcsa, hogy miközben nagyon komoly igényeket, környezeti igényeket fogalmazunk meg, hogy milyen városban szeretnénk élni. Eközben teljesen természetesnek tűnik, hogy belefér az, hogy bár szervezett hulladékszállításon a városban, de a város határa tele van zsákokkal, amiben a dögtől kezdve az égvilágon minden belefér. Belefér az, hogyha valaki építési hulladékot kellene, hogy megsemmisítsen, hogy kiviszi, leborítja az út, és azt gondolja, hogy ezzel elvégezte a dolgát. És sorolhatnák, vagy szétverik a közterületeken azokat a padokat, hulladékgyűjtőket, vagy éppen ami az utóbbi időszakban zajlik egy elmés vita arra vonatkozólag, hogy akkor ezek a hulladék szigetek azok hogy és miképpen működnek. De pici esélyét látom annak, hogy mondjuk a környező településekről hordanák ide ezeket a hulladékokat. Ezeket nánási emberek öntik le, teszik le, és szegik meg a szabályokat. Vagy amikor teljesen természetesen a zöld felületen parkolnak hosszú ideig, és amikor megszólítjuk őket, akkor legnagyobb felháborodással közlik, hogy egyébként hol kellene parkolniuk. Szerintem nem a zöld felületen. Ebben szerintem a rendészeti csoportnak fontos feladata van, és ebben eddig igazából a figyelmeztetés volt az eszköz, aztán a büntetés is be fog vonulni az eszköztárban, és nem öncélúak, nem a büntetés önmagáért, hanem azért, mert valamilyen formában rendet kell tenni, és mindig lesznek olyan emberek sajnos, akik nem veszik figyelembe a szabályokat, de ezeket a szabályokat be kell tartani. A mezőri szolgálatnak az utakkal kapcsolatos feladata
az egy teljesen érintőleges gyakorlatilag az utakkal kapcsolatban a napi felügyelete a gépek működésének tartozik a mezei önszolgálathoz. Az, hogy hol vannak kimérve és miért vannak kimérve az utak, az alapvetően az hivatali feladat, nyilván itt a műszakkal közösen. Ugye itt az elmúlt években, amit elkezdtünk, az arról szólt, hogy azok a, és ugye mindig a nagy gyűjtőutak irányából indultunk el, hiszen valljuk be, sajnos ez egy sportszerű működés, vagy sportszerűen űzik a földtulajdonosok, vagy éppen a földeket megvívő emberek, persze természetesen tisztelt a kivételnek, hogy ameddig a gép le nem fullad, addig próbálja kiszántani, és az, hogy a földjét, és az, hogy az már réges-régen a düllőutat szántja, ez többnyire nem szokta zavarni azokat az embereket, akik ezt sportszerűen teszik. Éppen ezért azt, hogy most a polgármester bejelentette, hogy milyen utakat kellene kimérni, mi nem tudunk ilyen utakat mérni, mert ez nem az önkormányzat feladata. A gazdáknak kellene megbecsülni azt, hogyha van egy út, azt nem szántják el. A főgyűjtő utakról kezdtük, azt is pontosan azért, mert hogy egyrészt szeretnénk megerősíteni ezeknek a fő dűlőutaknak a helyét. Ez fásítunk, szikasztóárkokat készítünk, és gyakorlatilag ebből az irányból közelítünk. Ma szerintem több száz kilométernyi dűlőúttal rendelkezik a város. Ha ezt most azt mondanánk, hogy most azonnal ki kell mérni, ez fizikálisan lehetetlen. Én arra kérem a város gazdálkodóit, hogy tartsák tiszteletben a műtárgyakat, tartsák tiszteletben a dűlőutat, és ott, ahol egyébként meg úgy érzik, hogy nem rendeltetésszerű használat van, ott fogjanak össze a gazdák, és méressék ki, és utána pedig azt tiszteljék meg, hogy azt nem szántják el. Természetesen a kimérés kapcsán, hogyha meghívást kap akár a mezői őrszolgálatnak a vezetője vagy a mezőrök, akkor természetesen ott lesznek, és ők is észrevételezik azt, vagy akár a jegyzőkönyvet is lehet róla fölvenni, hogy a kimérés megtörtént. Oda kell valamilyen azonosító karó, oszlop, ebben szerintem kell, hogy közreműködjünk. De én magam részéről semmiképpen nem tudom azt fölvállalni, hogy egyik napról a másikra több száz kilométernyi utat pontosan lejegyezve, földhivatalnál bejegyeztetve gyakorlatilag kiméressünk. Egyébként ezek az utak megvannak, legalábbis térképészetileg. A probléma abból fakad, hogy nem ott van az út, vagy nem az útnak a használata. Az nem oda esik, ahol egyébként a kellene lenni, pontosan az elszántások vagy a túlművelés miatt. Ebben van igazság, de azt gondolom, hogy itt a gazdáknak a saját maguk felelősségét is kell majd ezt érzékelni, és ahol ilyen fölmerül, ott pedig természetesen helyre kell tenni az utakat, nyilván másképp működni, vagy szabályosan működni nem nagyon tudnak. Köszönöm szépen, én magam részéről köszönöm a beszámolót. Magam részéről legfőképpen annaktól körülni, hogy gazdáktól legfőképpen nem mondom, hogy elégedettséget, mert ami általában jól működik, arról ritkán kapunk pozitív visszajelzést, bár hozzáteszem, hogy még ilyet is kapok. Én továbbra is azt kérem, hogy a kapcsolattartás a gazdákkal legyen meg, amiben tudunk természetesen a szabályosság körülményei között segítsük a gazdák működését, de alapvetően én örülök annak, hogy ma már nem kérdés a mezőri szolgálatnak a létezése. Kérdezem, hogy van-e hozzászólási szándék, ami csak az elfogadásról tudunk dönteni. Tizenkettő igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. Tízes napirendi pont tárgyalása következik. Az előterjesztés a költségvetési intézményekben végrehajtandó pénzügyi gazdasági ellenőrzések 2022 évre vonatkozó ütemtervének meghatározására és az ellenőr megbízásáról szóló előterjesztés a pénzügyi ügyrendi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a jegyző úr. Tisztelt képviselőtestület, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai alapján
jegyző köteles gondoskodni a belső kontrollrendszeren belül a belső ellenőrzés működtetéséről, így az előterjesztés a belső ellenőrzés ütemterve elfogadásáról és a belső ellenőr megbízásáról szól. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdés lehetőségét adom meg. Hozzászólás, észrevétel. Ha nincs ilyen, akkor a kettő darab határozati javaslat van, először az első határozati javaslatot tudunk döntést hozni. Tizenkettő igennel az elfogadásra került. Kettes határozati javaslatról tudunk a döntést hozni. Tizenkettő igennel ezt is elfogadtuk. Köszönöm szépen. 14-es napirendi pont tárgyalása következik, az előterjesztés Vis nagyközséggel testvértelepülési szerződésről szóló előterjesztés, bizottságok tárgyalták és elfogadásra javasolják. Korábban már ezt tárgyaltuk, egy elvi elfogadásra megtörtént. Itt a konkrét szöveg, kétnyelvű szöveg került egyeztetésre, és ezt tárgyalták a bizottságok, és mint ahogy az előbb jeleztem, egyöntetűen elfogadásra javasolják. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Hozzászólás, észrevétel? Kállai Zsoltnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr, a szót. Ugye ezt korábban is tárgyaltuk, ahogy ön is mondta, és akkor is elmondtam, hogy számomra hatalmasnak öröm az, hogy ugye egy újabb határon túli testvérvárosa lett városunknak. Én ezt szeretném megköszönni, hogy ebben elindultunk, és nagy öröm számomra ez. Köszönöm. Köszönöm. Van egy további hozzászólási szándék. Elég nehéz közegészségügyi helyzet van most Kárpátalján, emiatt találkozás most nem egyszerű, de bízom benne, hogy ahogy ezt a közegészségügyi helyzet változása lehetővé teszi, hagyjánáson is tudjuk üdvözölni a viski előjárókat és a viski lakosságát. Egy nagyon szép településről van szó, és nagyon bízom benne, hogy nagyon sok hagyjánás ember is meg tudja majd tapasztalni a kárpátaljai magyarság vendégszeretetét, aki el tudja fogadni a határozati javaslatot. Azt kérem, az igény van megnyomásával szavazzunk. Tizenkettő igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. 12-es napirendi pont tárgyalása következik, az előterjesztés a Móricz Pár tiszteletére történik szobor elhelyezéséről szóló előterjesztés. Bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják a Művelődési és a Pénzügyi Bizottság módosítással. Parancsoljanak, elnök asszonyok! Felvette a mai és ezt a napi rendi pontot megtárgyalásra, részletesen megismerték a bizottság tagjai, és egyhangulag azon javaslatot tette a bizottság, hogy a tervpályázatban, mint véleményező munkacsoport tagjait egy fővel kibővíteni javasoljuk, mégpedig Bódi Judit főelnök személyében. Köszönöm. Pénzügyi bizottság. A pénzügyi bizottságnak is hasonló volt a véleménye, csak ott nem volt még népszerinti meghatározás. Köszönöm. Van-e kérdés az előterjesztéshez kapcsolatban? Megkérdezem a polgármester urat, ő rakta össze az előterjesztést, hogy akar egy rövid kiegészítést tenni? Rövid kiegészítést. Igen, most már van mikrofon. Tisztelt képviselőtestület. Igazából nem kiegészítést, hanem egyfajta támogatást szeretnék itt bejelenteni, vagy arról szeretnék beszélni. Móricz Pál a város számára úgy gondolom, hogy ismert személy, talán nem eléggé ismert abban a tekintetben, hogy ő az a nagyformátumú író, újságíró, aki gyakorlatilag városunk, és nem csak a városunk, hanem Hajdúságnak is a hírét, jó hírét keltette gyakorlatilag valamennyi írásában. Igen termékeny író volt, az elmúlt időszakban egy kicsit részletesebben foglalkoztam a munkásságával,
illetve a könyvtárral közösen dolgozunk azon, hogy minél több műve megjelenjen ismételten. Az idők folyamán ezek megjelentek, de nagyobb része hozzáférhetetlen, csak néhány könyvtárban, illetve a hajdonállás esetében talán a teljes életpálya megtalálható, de hogy szélesebb körben tudjuk ismertté tenni ismételten a nevét, ez mindenképpen egy fontos feladatunk. Az pedig megint csak egy fontos feladat, hogy méltóképpen tudjuk ápolni a nevét, az ő munkásságát, amelynek egy nagyon fontos lépése volt az, hogy a könyvtár fölvette a nevét immár több évtizede, de ennek egyfajta közterületi megjelenése lesz, illetve örömmel tapasztaltam azt, hogy a bizottságok nagyon pozitívan álltak ehhez a felvetéshez, abban a tekintetben, hogy egy mellszobor formájában megjelenjen Hajdunánás közterén, közterületén, amely talán még inkább ahhoz fog hozzájárulni, hogy a város lakossága, illetve a városunkba látogatók számára is legyen arra lehetőség, hogy így módon is találkozzanak a nevével, és ha már a nevével találkoznak, akkor bízunk abban, hogy felkelti az érdeklődését az ide látogatóknak, illetve a város lakóinak is, hogy egy kicsit mélyebben megismerjék Móricz Pál munkásságát, amit a legjobban természetesen a művein keresztül tud megtenni. Ugye úgy is szoktuk őt nevezni, hogy a hajdúság írója. Legyünk rá büszkék, ápoljuk az emlékét. Köszönöm. Hozzászólási szándék. Ha nincs ilyen, akkor a határozati javaslat elfogadásáról tudunk döntést hozni. Igen, elfogadtuk, köszönöm szépen. 13-as naprendi pont tárgyalása következik, ez előterjesztés Dankó Balázs István tiszteletére történő emléktábla állításáról. Bizottságok elfogadásra javasolják, a polgármestert kérem egy rövid kiegészítése. Ismételten érintettség témában két okból is én folytattam a tárgyalásokat, illetve én vagyok történészként talán ebben a legérintettebb. Nem könnyű a szituáció abban a tekintetben, ez év nagyjából nyár elején keresett meg minket a POFOSZ, Lánci Lajos elnök úr, hogy felvetődött annak a kérése, szándéka a POFOSZ részéről, akik a miniszterelnökséggel közösen egy programot valósítanak meg. Ez az ország minden megyéjében működik ez a program, így Hajdúviharban is, ahol feltérképezték azokat a személyeket, akiknek az életét az 56-os forradalom, illetve az azt követő események következtében vesztette el. Így jutottak el Dankó Balázs István úrhoz, aki 1934. január 15-én született Hajdunánáson, az Akhim András úr 16 szám alatt lakott haláláig, és a haláleset az 1956. december 1-én következett be. A halotti anyakönyv kivonat szerint, amely itt is megtalálható a hivatalban, mellövést kapott, és halálát az ebből adódó elvérzés okozta. Aznap ott a helyszínen el is hunyt, és ezt a úriember szeretné, hogy a POFOSZ, hogyha méltóképpen megemlékeznénk egy emléktábla formájában, amely az előterjesztésben is szerepel, hogy milyen szöveg szerepelne az emléktáblán. Felolvasom azért, hogy a város lakossága is tájékozódjon ezen az úton is. Ezen épület közelében végezte iskolai tanulmányait Dankó Balázs István 1934-1956, aki az 1956-os forradalom és szabadságharcban ehely közelében vesztette életét. Emlékét kegyelettel megőrizzük, Hajdunánás Város Önkormányzata, Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 2021. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy erről a Dankó Balázsról miért nem tudtunk eddig. Ez egy nagyon komoly kérdés, és dolgozunk is a válaszokon, több válasz lehetőségen is. Jó magam az elmúlt időszakban a témában legavatottabb, legszélesebb ismeretekkel rendelkező történész, illetve levéltáros kollégákkal egyeztettem erről a kérdésről, mivel forrásunk nincs, ami ezt a témát pontosabban bemutatná. A haláleset biztosan bekövetkezett, a helyszín is biztos, a
haláleset módja is biztos. Ennek a körülményeiről pontosabb információnk nincsen. Ami információnk van, az a Pofosztól származik, akik egy 1993-as kiadványra, illetve az ehhez kapcsolódó anyagokra hivatkoznak, amelyben ténylegesen szerepel Dankó úr, úgy, mint az 56 utáni a forradalmi eseményeket követő időszaknak az áldozata. Gyakorlatilag ennyit tudunk róla, ami számunkra is komoly feladat, hogy ettől azért sokkal részletesebben, illetve az egész témát jobban megismerjük. Ez az elkövetkező időszaknak a feladata. Jelenleg is zajlanak ezek a jellegű kutatások. A levéltárral több egyeztetésen túl vagyok, próbálnak forrást felkutatni, egyelőre sikertelenül, illetve Buczkó József úrral is felvettem a kapcsolatot, aki szintén segít ennek a témának a jobb megvilágítása érdekében. A Pofosz elnöke, a területi elnöke személyesen is már többször ellátogatott városunkba, az Akim András utcai lakás is föl lett keresve, illetve egy rokonnal is történt egyeztetés, aki túl sokat nem tudott segíteni, mivel ő egy beházasodás útján került a családba, és 56 után így ő személyesen nem ismerhette, de természetesen az elkövetkező időszakban fogunk arra törekedni, hogy minél több és pontosabb információval rendelkezzünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés az előterjesztéshez kapcsolatban. Hozzászólás, észrevétel. Alá Miklósnak adom meg a szót. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen szót. Tisztelt képviselőtársaim, bizottság ülésen azt mondtam, hogy nincs elég információ, és ezért inkább tartózkodom, mint hogy igent mondjak. A polgármester úr által elmondottak, egy kicsit bővítették talán az információt, de az én megítélésem most is az, hogy egy kicsit ez hiányos, és lehet, hogy így előre szaladunk. A kicsit félrevezető is, mert úgy tűnik, hogy mint a hajdunálnáson is lettek volna ebben az időszakban, vagy azt megelőzően úgymond sortűz, amiről a helyebeli élők, vagy még élőktől tájékozódva nincs információm. Azt gondolom, hogy ettől függetlenül, ha tényleg kimutatható összefüggés, akkor nincs akadály annak, hogy ez az emléktábla megtörténjen, ez az emlékelhelyezés. Ha valami a kutatásokból mégis az jön neki, hogy nem itt, vagy ha bővebb, akkor akár ki lehet bővíteni későbbiekben ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ha nincs további hozzászólási szándék, akkor a határozott javaslat elfogadására kell most döntést hozni. Igennel elfogadásra került. A következő 14-es napirendi pont tárgyalása következik, ez a 2022-es évre. A Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat, a beérkezett pályázatok elbírálására kell döntést hoznunk. Két bizottság, a pénzügyi és a művelési bizottság tárgyalt, és mind a két bizottság elfogadásra javasolja. 2022 évi Búza Hungarika pályázati fordulóban 75 fő pályázat érkezett be, formailag mindegyik pályázat megfelelt a kiírásban foglaltoknak, a kimutatásban szereplő 72 fő A-típusú és 3 fő B-típusú pályázatot tudjuk most elfogadni. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Hozzászólás, észrevétel? Ha nincs ilyen, akkor a igen gomb megnyomásával tudjuk ezt megtenni. Köszönöm szépen, 12 igennel elfogadtuk. 15-ös napirendi pont tárgyalása következik, az előterjesztés az önkormányzat és intézményei földgáz beszerzésével kapcsolatos előterjesztés. Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja, jegyző úr. Az önkormányzat és intézményei számára a földgázenergia beszerzéséhez lehetőségünk van csatlakozni a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében lebonyolítandó csoportos földgázenergia beszerzéshez 2023. október 1-től 2025. október 1-jéig tartó időszakra vonatkozóan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ehhez kapcsolatban van-e kérdés? Hozzászólási szándék? Ha nincs ilyen, akkor az igen gomb megnyomásával tudjuk elfogadni.
Köszönöm szépen, 12 igennel elfogadtuk. 16-os napi rendi pont tárgyalása következik az előterjesztés állami tulajdonú termőföldek használatára vonatkozó szerződés megkötésére. Erről szól előterjesztés, pénzügyi és városfejlesztési bizottság tárgyalta, és mind a két bizottság elfogadásra javasolja. 14 óta használjuk ezeket a földeket, és azóta béreljük az államtól. Gyakorlatilag nem nagy területekről van szó, 2,6 hektár és 72 aranykoron nagyságrendileg, amivel beszélünk. Kérdezem, hogy ehhez kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólási szándék? Ha nincs ilyen, akkor az igen gomb megnyomásával tudjuk elfogadni. Tizenkettő igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen. 17-es napi rendi pont tárgyalása következik. Ez a Hajduk Vidékfejlesztési Egyesületének a kérelméről szól előterjesztés. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, és mind a két bizottság elfogadásra javasolja. Hajduk Vidékfejlesztési Egyesülete pár évvel ezelőtt egy kölcsön kért a működéséhez, és most az a kérése, hogy ez ne kölcsön, hanem egy vissza, hanem térítendő támogatásként jelenjen meg a Hajduk Vidékfejlesztési Egyesületénél. Megadom a kérdezés lehetőségét Bódi Juditnak. Mind bizottsági elnök szeretnénk. Nem, mert nem fogadta, nem hozott döntést a pénzügyi bizottság. Akkor én előttem a szó szerepel, akkor parancsoljam. Tehát a pénzügyi bizottság nem hozott döntést, és ezt szerettem volna indokolni. Ugye ennek a, ez az ügy már többször volt a testület előtt, és ugye többször halasztottuk már ennek a kölcsönnek a visszafizetését. Alapvetően a bizottság azt érti, hogy, hogy meg el is tudja fogadni, hogy most akkor ez átmegy vissza nem térítendő támogatásba. Alapvetően azt is elfogadta a bizottság, hogy ennek a munkaszervezetnek működnie kell, hisz fontos feladatot lát el azokba a pályázatoknál, ami az ő kezelésébe tartozik. A fő kérdésünk az volt, hogy tudjuk-e azt, hogy a továbbiakban akkor miből fog működni ez a szervezet, mert attól, hogy a már régen odaadott támogatást elengedjük, attól még valószínűleg a mostani működése az nem megoldott, vagy ha igen, akkor örülünk neki. Tehát alapvetően a bizottság azt nem látta, hogy most összességében hogyan fogunk tovább menni, és hogy fog ez a szervezet működni. Nyilván nem csak a szervezet oldaláról, hanem nekünk akkor ehhez mivel kell hozzájárulni a következő időszakban. Köszönöm szépen. Kérdezés lehetőségét adok meg. Ha nincs kérdés, akkor hozzászólás észrevétel. Parancsoljon a polgármester asszony. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kiegészíteni az én tudásom az, hogy ismerjük ezeknek a munkaszervezeteknek a működését, és ahogy képviselő asszony is elmondta, szükséges ahhoz, hogy bizonyos pályázati konstrukciók meg tudjanak valósulni. Nyilvánvalóan azt is tudjuk, hogy ezek a pályázati folyamatok rendkívül elhúzódtak, ezért azok a források, amik akkor a pályázat elnyerésekor rendelkezésre álltak a munkaszervezet működéséhez, azok már réges-régen elfogytak. Biztos minden munkaszervezet megtalálja a megoldást, és remélem, hogy a következő ciklusban fognak még egyéb forrásokat biztosítani ezeknek a munkaszervezeteknek a működéséhez. Jelen pillanatban nyilván ezt még nem látjuk, legalábbis erről tájékoztatást nem kaptunk. Én részt vettem az Egyesületnek a gyűlésén. Nem volt ilyen jellegű tájékoztatás. Jelen pillanatban ez a visszanemtérítendő támogatás sem elég a felmerült költségeknek a fedezetére, de nyilván az önkormányzatok ezzel tudnak hozzájárulni, hiszen mi is ennek a pályázati forrásoknak a részesei lehetünk. De egyetértek teljesen azzal, hogy működnie kell ezeknek a munkaszervezeteknek, és remélem, hogy fognak majd rá megoldást találni költségvetésben. Parancsoljon képviselő asszony. Hát tulajdonképpen a bizottság felvetése is levegőben maradt, tehát, és én azt gondolom, hogy mi ezt vagy képviselőcsoportunk is ezt fogalmazta meg, hogy alapvetően a célokban egyetértünk, működnie kell, azt is látjuk, és akkor ebben most a polgármester azt, hogy megerősített, hogy
ezen kívül is szüksége lesz valamilyen forrásra, hogy végigcsinálja ezt a ciklust, amit mi szeretnénk is. Egyedül azt hiányoltuk, hogy akkor kellett volna egy olyan komplex döntést hozni, hogy akkor ahhoz, hogy ezt a ciklust végig tudja működni ez a szervezet, ami fontos, akkor arra szükség van, hogy ezt elengedjük, ezt a támogatást, vagy átforduljon visszanemtérítendő támogatásba, és akkor azt mondják a önkormányzatok, vagy nem tudom, hogy más forrásból van-e lehetőség a munkaszervezetnek támogatást kapni, bár szerintem nincs, de lehet, nem tudom, hogy akkor a következőt szeretnénk kérni, hogy ahhoz, hogy a ciklust végigcsinálja, ehhez még támogatásra van szükségünk. És talán ez így akkor egy komplexebb képet mutatott volna. Köszönöm. Köszönöm szépen. A munkaszervezet azt kérte, hogy a jelenlegi kölcsönt az visszatérítendő támogatássá minősítsük át. Pont. Nem kér többet, nem adott több tájékoztatást arra, hogy ő hogyan kívánja ezt megoldani, okoz-e ez most neki problémát. Ha igen, akkor nyilvánvalóan fog majd ezzel jelentkezni. Jelen pillanatban egy döntés kérte arra vonatkozólag, hogy ezt támogassuk. Egyéb több információ nekem nincs. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, egyetért azzal, hogy a visszatérítendő kölcsönből egy visszanemtérítendő támogatást legyen, azt nem az igen van megnyomására szorozom. Nyolc, igen, négy tartózkodással ez elfogadásra került. Tartózkodott Török István, Kállai Zsolt, Alá Miklós, Bordi Gyurit. 18-as napirendi pont tárgyalása következik, az előterjesztés a téli igazgatási szünet elrendeléséről. Parancsolj, jegyző. Tisztelt képviselőtestület, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a hivatali közviselők éves szabadságának ütemezhetősége érdekében igazgatási szünet elrendelésére tesz javaslatot az előterjesztés. Az igazgatási szünet alatt a munkavégzés nem szünetel, az ügyfélfogadás viszont igen, ugyanakkor állandó ügyelet tartására is sor kerül. Köszönöm. Kérdezem, hogy itt van-e kérdés képviselők részéről, hozzászólás észrevételi szándék. Ha nincs, akkor a közigazgatási szünet elrendeléséről tudom most döntést hozni. Köszönöm szépen, 12 igennel elfogadtuk a előterjesztés határozati javaslatát. Kérdezem, hogy van-e bármilyen felvetés észrevétel? Köszönöm. Alpolgármester úr, képviselőasszony. Minden évben ebben az időszakban mindig nagy kérdés ugye a növényeknek a levelei és hulladékainak az összeszedése és elszállítása. Most épp tegnap este egy magyar utcai lakos írt, hogy ő ahhoz a részhez tartozik, ahol nem kap ebbe segítséget, big bag zsák, elszállítás, egyéb ügyek. Tehát ez nyilván ilyenkor mindig nyomasztja a lakosságot. Én értem, hogy teljes mértékben nem tudjuk fölvállalni a lakosságnak a feladatait, de azért azon a területeken, ahol valaki előtt nagy a közterület, olyan fák vannak, sok a zöld hulladék, azért ez ebbe valamilyen komplex megoldásra kellene, hogy jussunk. Mi pedig a köszönet hangja, hogy a választókerületemben a Perccel utca környékén, nem mondom, hogy 100%-ban, mert még folynak mai napig is a munkálatok, de egy olyan probléma fog megoldódni, ami hosszú évek óta problémát jelentett a árok belvízelvezetés és egyéb dologban, amiben köszönöm a hivatal segítséget. Köszönöm. Hová képviselő? Köszönöm szépen a új felvetésem, és kérem a régebbi felvetések megoldását. Köszönöm. Köszönöm. Kállal képviselő. Bakók képviselő. Képviselő asszony. Köszönöm. Örömmel láttam, hogy a Rázlandó út elején, illetve a Széleskert utca elején elkezdődött a hiányzó közvilágítás megvalósítása. Erre nagyon nagy szükség volt, ugye az járda elkészült, és most már lesz világítás is, és annak a reményében, hogy a Széleskert út
másik felének a közvilágát és közvilágítása is hamarosan meg fog oldódni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, polgármester úr. Egy dologban szeretnék köszönetet nyilvánítani most kifejezetten a hivatal munkatársainak, hogy az útjavítási munkálatok a Széchenyi körúton előre haladott állapotban vannak, és remélem, hogy a további munkálatokra is majd a fagy lehetőséget ad. Köszönöm szépen a munkatársaknak és a dolgozóknak a pontos munkáért. Köszönöm szépen, szeretném tájékoztatni a város lakosságát, hogy az idei évben a város, a jótékonysági városban nem kerül meg szervezésre. Reményeink szerint tavaszra kerül majd át helyezésre, illetve a városnaphoz kapcsolódó egyéb rendezvényeink nem kerülnek megrendezésre. Egy szűk körű a kitüntető díjakhoz kapcsolódó, a díjak átadásához kapcsolódó városi ünnepség az meg fog történni, és a televízión keresztül pedig a város lakossága is be tud majd kapcsolódni. További szép napot kívánok mindenkinek, zárt ülésen gyerekkel.